Muszáj összekavarni. Na, sziasztok! Végre itt van 2024 első videója is, és elég sok dolgot szeretnék nektek mondani. Azt terveztem, hogy nem fogok túlpörögni, aztán meglátjuk, hogy mit vált ki belőlem az, hogy 2 hónap után újra leültem így a kamera elé, és update-ellek titeket dolgokról, és elmondom, hogy hogy vagyok, mi a helyzet, mi történt az elmúlt kb. 2 hónapban a Vlogmas utolsó videója óta, és hogy mik a terveim az idei évre. Szóval ez egy ilyen beszélgetős videó lesz, és annak terveztem, hogy esetleg, hogyha éppen készülődtök valahova, vagy csak hallgatni szeretnétek, és sétáltok az utcán, zsebetekben a telefon, néha én szoktam ilyet, ha a YouTube videónak a hangját hallgatom, és nincs fent Spotify-on, vagy bármi olyan platformon, ahol meg tudom hallgatni, mint podcast, akkor hallgathatjátok akkor is, takarítás közben, szóval, hogy ez egy olyan beszélgetés videó, előre így mondom, ahol nem kell feltétlen ülnötök és néznetek engem, meg azt, hogy miket mondok, mert annyira izgalmas nem lesz. Sokkal inkább csak néhány gondolatomat szeretném nektek elmondani, és ha jól emlékszem, tavaly is, 2023-ban is az első videó egy ilyen update-elős volt, mert akkor is kihagytam 2 hónapot, és tudom, hogy ez nem feltétlenül egy pozitív dolog, viszont nekem hasznos, jót tett, és a belső munka van fókuszban, és lehet, hogy minden évben, amíg videózom, nem tudom, meddig tart ez majd, addig nekem a január és a február mindig egy ilyen kis szünet lesz ebben, mert attól függetlenül, hogy itt nem láttok, attól függetlenül nekem nem ez a fő állásom, nekem ez egy munkaként tekintek rá, mert munka szerintem, ugyanis tényleg, hogyha valaki eléggé lelkiismeretes, és akár az együttműködéseit, akár együttműködéstől függetlenül mindenféle tartalmát szeretné igényesen, és a saját szintjéhez, lehetőségeihez mérten a legjobban elkészíteni, akkor annak a kitalálási folyamata, a felvétele, az elkészítése, a megvágása, akár az utónarrálása, ennek a adott videónak, vagy podcastnek, vagy képnek a publikálásának a szövege, a szóval, hogy egy csomó munka van benne, és ezt elhiszem, hogy nem mindenki érti, vagy gondolja így, de így van. Szóval ez egy teljes értékű munka tud lenni, hogyha valaki erre annyi időt és energiát szán. Én ebbe annyi időt és energiát tudok tenni, amennyi belefér amellett, hogy egyébként dolgozom a Budapest School-nál, és közben egyéb magánéleti dolgaim is vannak, nagyon ritkán, mert nem fér már bele, de amikor tudunk, akkor még hazamegyünk táncolni hétvégére, vagy csak ugye hazautazunk a családhoz Miskolcra, ami akkor teljesen elveszi a hétvégénket. Ez november-decemberben aktívabb volt, most eddig ebben a 2 hónapban csak egyszer voltunk otthon, de majd még most megyünk még egyszer haza, mert márciusban lesz itt a Néptánc Antológia és a Felnőtt Antológián táncolunk, és amiatt még beálltunk egy számba. Szóval, hogy ez is van, egyébként közben szervezzük az esküvőt, ami, ha hiszitek, ha nem, nagyon sok meló, energia és stressz is, de majd erről mesélek. Ezen kívül tök fontos nekem az, hogy jelen legyek boldogan, aktívan a párkapcsolatomban, a családomban, a barátainkkal, önmagammal, és erre is kell idő, és háztartás, de tudom, hogy most nem kell mindent felsorolnom, és tudom, hogy most jöhetnének ezek a gondolatok, hogy miket beszél még gyereke sincsen, én értem, de akkor tudok nektek tartalmat gyártani, és ez most nem magyarázkodás, csak szimplán elmondom a tényeket, vagy amiben vagyok, akkor tudok nektek tartalmat gyártani úgy, hogy azt jó szívvel és valamilyen szinten nyugodt lélekkel részben elégedetten tegyem ki nektek, hogyha jól vagyok, és éppen tudok erre megfelelő mennyiségű időt és energiát szánni. Volt egyébként januárban próbálkoztam felvenni nektek egy napi vlogot, de annyira nem lettek jók, és annyira nem lett,
nem lett igazán tartalma, amiből bármit is magatokkal tudtok vinni, hogy feleslegesnek tartottam megvágni és kitenni, elkezdtem vágni, de többször előfordult már, hogy vágás közben jöttem rá, hogy ebből ti vagy nem tudtok magatokkal vinni semmit, vagy én nem szeretném esetleg ilyen és olyan helyzetekben láttatni magamat. És ez nem azt jelenti, hogy egy állarcot húzok fel, hanem azt jelenti, hogy ez az egész itt nekem arról szól, amivel elindítottam Eszter Szegletét és ezt az egész tartalomgyártást itt az életembe, hogy tényleg egy szegletét, egy szeletét látjátok, és ebből is inkább a pozitív és jó részét, hogyha valami nehezebb dologról beszéltem már, mint mondjuk a testképzavar, vagy az evészzavar, vagy néhány letargikusabb gondolat, ami nehezebb, akkor az azért volt, mert akkor annyira azt éreztem, hogy meg kell szólalnom. Viszont vannak olyan dolgok, akár a magánéletemben, akár néhány dologról a véleményem, ami nekem nem idevaló. Én ezt megosztom a párommal, a családommal, a barátaimmal, vagy lezongorázom saját magamban, de nem fog ide kikerülni. És ezek határok, amiket megszabtam. Nem így indultam, nem így kezdtem, viszont rájöttem, hogy én ide miket és hogyan szeretnék, és nagyon örülök annak, hogyha valaki annak ellenére, hogy hihetetlen hektikusan posztolok és publikálok sokszor nektek bármit, hú, de erről szólt ez a publikálok, szóval néha, hogyha ha úgy érzitek, hogy miért is maradjatok itt, mert össze-vissza vannak néha tartalmaim, akkor azért elnézést kérek, és ennek ellenére is nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok és várjátok. Köszönöm az üzeneteket, amiket írtatok az utóbbi 2 hónapban. Semmi komoly probléma nem volt. Egyébként covidos voltam januárban, 3 hétig nagyon beteg voltam, úgyhogy amikor el is indítottam volna az idei videózást a vlogoláson kívül, nem jött volna össze, mert tényleg 3 hétig nagyon beteg voltam, és utána meg vissza kellett rázódnom a munkahelyemen, és bepótolni azokat a dolgokat, amiket nem tudtam, mert beteg voltam, akkor a háztartás is úszott, szóval, hogy akkor egy kicsit vissza kellett rázódnom február elején, mert január vége fele lettem jobban, és azóta is vannak dolgok, amiket így kergetek, tudjátok, így mindig futok magam után, valószínű még mindig nem jó az időbeosztásom, de ez egy olyan dolog, amit lehet, hogy életem végéig tanulni fogok. Szóval csak azt akartam ezzel a kis bevezetővel elmondani nektek, hogy elnézést kérek, hogy nem tudtok mindig biztosan számítani a tartalmaimra, vagy hogy nem megbízható az, hogy mikor és mit láthattok tőlem. Nem tudom azt ígérni, hogy ez stabilra, biztosra fog változni. Azt láthatjátok az utóbbi évekből, hogy ezért a vlogmeszökben tökre igyekszem oda tenni magam, mert az egy, tudjátok, az én legkedvencebb, leginspiráltabb időszakom, és az minden évben olyan lesz, hogy igyekszem majd a lehető legtöbbet kihozni magamból, mert nekem az egy ilyen kincs az az időszak, és ezt szeretném veletek megosztani. Viszont a január-február az mindig, tényleg én azok közé, az emberek közé tartozom, gondolom az átlaghoz, akiknek ez az időszak mindig egy kicsit befelefordulós, szürkép, keressük, hogy most akkor mi az adott évnek a motivációja, a célja, vagy épp nem keressük, csak próbálunk visszatalálni önmagunkhoz, vagy visszatalálni az a ritmusunkba, mert azért a decembernek van egy nagyon erős varázsa, amiben én mindig nagyon benne vagyok, és akkor, amikor megszűnik ez a varázs, vagy így elmúlik, akkor kicsit úgy meg kell találni, hogy mik lehetnek a kis mindennapi varázslatok. És nekem ez az időszak mindig erre lesz valószínű, és én akkor szeretnék nektek tartalmat adni és gyártani, amikor belekerülök abba az inspirált és motiváltabb hangulatban, amiben éppen már most 1-2 hete belekerültem. Bevallom őszintén, nem is nagyon volt kedvem videózni eddig nektek, mert egyszerűen nem volt. És most, hogy ezt újra megéreztem, és újra itt az inspiráció, itt vagyok. És egyáltalán nem muszáj itt maradnotok, de nagyon örülök, ha mégis itt vagytok, és nem tudok semmi stabil ütemezést ígérni nektek, viszont igyekezni és próbálkozni fogok. Jön a tavasz, nagyon szeretem ezt az időszakot, én nagyon kapcsolódom az évszakokhoz, erről is mindjárt fogok pár szót mondani, és nekem az évszakváltozások mindig nagyon jót tesznek, és olyankor nem csak a természet, hanem úgy érzem, hogy én is így megújulok, és kapok egy új lendületet, egy új löketet, és ebből próbálok nektek adni. És én tudom, hogy nagyon fontos, hogy
a közösségi médiában ne csak a nagyon pozitív, nagyon gyönyörű, nagyon üde, nagyon motivált tények, dolgok legyenek jelen, de szerintem minden egyes tartalomgyártó, minden egyes cég, márka, magánszemély, legyen szó bárkiről, saját maga dönti el azt, hogy milyen periódusokat, milyen részleteket mutat meg az életéből, és nálam az a döntés, hogy azt az Esztert adom át nektek, aki motivált, és aki egy ilyen jó flow-ban van, az a döntésem egy olyan, amiben biztos vagyok, ebben komfortosan érzem magam, ezzel kevésbé vagyok sebezhető, mert a sebezhetőségem az az enyém és a szeretteimé, és ez nem azt jelenti, hogy titeket nem szeretlek, ez azt jelenti, hogy ez egy egész más viszony, és nekem nagyon fontos, hogy megtartsam a sebezhető Esztert azoknak, akik a közvetlen környezetemben vannak, és saját magamnak, és nagyon örülök, hogy ezeket ki tudom mondani, hogy ezekkel a határokkal megbékéltem, és hogy el tudom engedni azt, hogy kevésbé hozza a követőket, az embereket, a követő kifejezést egyébként egyáltalán nem szeretem, szóval kevésbé vonza talán az embereket az, hogyha valaki a szebb, jobb dolgokat mutatja meg, mert mindig vonza az embereket a botrány, vagy hogy is mondjam, még akkor is, hogyha egy teljesen mezei kis mikrotartalomgyártóról van szó, mint én, de azt hiszem, hogy sokunk úgy van vele, hogyha bármilyen tartalmat is készítene, akkor tudná, hogy a saját határai milyen fontosak. És ez nem azt jelenti, hogy nem fogok arról néha beszélni, hogy ez és ez éppen most milyen nehéz, vagy hogy mi az, amivel éppen küzdök, de tényleg bizonyos kereteken belül teszem ezt meg, és nagyon jó, hogy ezt így 2024-re megfogalmaztam magamnak, mert így bátrabban merek bármit is megtenni, kitenni, és ezáltal sokkal jobban érzem magam, hogy tudom, hogy képes vagyok arra, hogy teljes válszélességgel csak azokat a dolgokat képviseljem és mondjam, amik nekem megfelelnek, és nem fogom utána megbánni. És én ezzel így jól vagyok. Na jó, hát úgy terveztem, hogy ez a bevezető csak pár mondat lesz, de olyan eszteresen ez egy negyed óra lett majdnem. Viszok egy kortyot. Ez egy nagyon szép tigeres bögre. Most vettem, talán 1600 forint volt, és olyan tavasz színe van, sárga bögre, hogy így tök jó kedvem van tőle, és olyan szép a fogantyúja. Na térjünk rá akkor az idei évre, pár gondolatban. Elő is vettem Fatinek a lifestyle bookját, idén is ezt fogom használni, és idén is ezt töltögetem. És az lett volna akkor ennek a videónak az első kis pontja, hogy elmondom nektek, hogy miért nem voltam itt 2 hónapig. Nagyjából ezt összefoglaltam, kicsit hebegtem, habogtam, de remélem, hogy értitek, vagy hogy rendben vagytok ezzel. Szeretném nektek megmutatni ezt a Wellness Almanac, remélem jól mondom, című könyvet, amit tavaly karácsony előtt kaptam még Krisztiántól, és ez a könyv egész évre a kísérőnk lehet, hónapokra le van bontva, és minden hónapban a természet, az elmélkedés, a mozgás, a hála, az alkotás, a naplóírás, a meditáció, csillagles, recept, vizualizáció és rituálé részleteket taglalja. A kötet egyébként nagyon sok praktikát ad, nagyon sok ötletet és fontos gondolatot. Az egyik kedvencem például januárról az volt, hogy a gondolatainkat úgy képzeljük el, a gondolataink sokaságát a fejünkben, mint a felhőket az égbolton, amikor van olyan, hogy teljesen tiszta, és minden szépen látszik, egy világos kék, egy kékes, teljesen üres tér, ahol szépen átsüt a nap, viszont van olyan, hogy nagyon sok bárányfelhő van, különböző viharfelhők, egymást érik a felhők, nem is látjuk tisztán az eget, és pont ilyenek a gondolataink is, hogy valamikor kitisztul a kép, valamikor viszont teli van különböző méretű, nagyságú, formájú sűrűség, szóval, hogy nagyon változó ez, és nagyon tetszett ez a gondolatsor, hogy amikor tele van a fejünk, sem engedhetjük azt meg magunknak, hogy bántsuk magunkat emiatt, hanem el kell fogadnunk, hogy igenis nagyon tele van a fejünk azért, mert
hihetetlen impulzív a környezet, amiben élünk, nagyon durva az, hogy mennyi minden vesz minket körbe, és hogy mennyire erős hatással vannak ránk bizonyos médiumok, személyek. Tehát tényleg annyira erős befolyással lehetnek ránk azok a dolgok, amik körbevesznek minket, úgyhogy nem is feltétlen érzékeljük, hogy ez hihetetlen ijesztő, és itt az alvásról is van benne szó, és a gondolatok kapcsán az, hogy tök nehezen alszok el például, na ilyen nehézségekről szívesen beszélek, az, hogy tök nehezen alszom el mindig, és nagyon zaklatottan alszom, az is azért van, mert tele van a fejem, vagy az aznapi, vagy a következő napi heti, vagy olyan dolgokkal, amiket halogatok, vagy nem tettem meg, és az, hogy a jelenlevéstől folyamatosan elveszi a lehetőséget, és a fókuszt a jelenben levésről elveszi az, hogy állandóan tele van a fejem, meg mindannyiunk feje 6 millió gondolattal, a to-do listád egyre csak nő, mindig rohadt sok pontot raksz bele az adott napra, a negyedét teljesíted, ezért átcsúszik a háromnegyede a következő napra, de az is átcsúszik, és ezért mindig azt érzed, hogy nem teljesítesz eleget, de közben nem tudsz többet egy adott nap, de közben még sincs meg az a teljességérzése, mert mindig az van, hogy nem tudsz eleget megtenni az adott napon, mert közben vannak olyan dolgok, mint például az alvás, ami az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és boldog legyél, de az alvásod sem lesz teljesen tökéletes, azért, mert folyamatosan kattogsz. És hát ja, ez a mindfulness, meditáció, jelenben levés, ez egy hihetetlen nagy feladat, és tudom, hogy vannak, akik ezt nagyon jól űzik és tanítják, mint például Metöndő Múnas Eszter, Kovács Eszter, ő hihetetlen nagy példa számomra, és örülnék, hogyha több időt tudnék engedni arra magamnak, hogy elmenjek a workshopjaira, az elvonulásaira, alkalmaira, vagy akár Ne Bojsz a Zsófinak, Salon Sophie Zsófinak, mert ők már sokkal tudatosabbak ebben. És elég motiváló ez számomra, de én még nem itt tartok, ezt el kell, hogy ismerjem, igyekszem, de még nem itt tartok. És azt is mondja ez a könyv, így az első két hónapot kezdtem el ugye böngészgetni, hogy nagyon fontosak, vagy fontos kulcsak a jelenhez és a jelenben való létezéshez és ennek a tudatosításához a rituálék, a szokások, a hagyományok, és én magam vagyok ennek az imádója, a rituálénak, a szokásoknak, a hagyományoknak. Nekem ezek nagyon nagy boldogságot okoznak, és nagyon motivált vagyok ezekkel kapcsolatban, és az évszakok. Az évszakok és ezeknek a változása szerintem teljesen nem tudatosan. Egy éve pont ezekről a gondolatokról beszéltem nektek, és most azt csináltam elsőként, ezt nektek is tanácsolom, vagy ez egy tipp, inkább ezt mondom, nem osztogatok tanácsokat, hogy felírtam a 4 évszakot, és felírtam hozzá kifejezéseket, amik gondolkodás nélkül eszembe jutottak az adott évszakra vonatkozóan, hogy ebben az évben, ezekben az évszakokban milyen érzésekre, gondolatokra, szavakra szeretnék fókuszálni. Nem határoztam meg, hogy ezek főnevek, melléknevek legyenek, teljesen mindegy, vagy szimbólumok, jelképek, egyszerűen csak szavak, kifejezések. A tavaszhoz azt írtam fel, hogy nyitott, friss és virágos. Ez a 3 kifejezés jutott eszembe. Idén tavasszal szeretnék a természetben időt tölteni, akár egyedül, akár családdal, akár barátokkal, megélni azt, hogy így a természet is újjászületik, hogy figyeljem a rügyeket, a kis virágokat, az, hogy ma reggel is például, igaz, egy esős nap van, de ma reggel is például arra ébredtem, hogy hallottam a madarakat, hogy csicseregnek, és ez nekem nagyon nagy gyerekkoromat jutatja eszembe, fogalmam sincs miért, talán az, hogy amikor nagyinál aludtam kint, ugye ő kertesházban, akkor, mert én nem kertesházban nőttem fel egyébként, de amikor nagyéknál voltunk, akkor ablak nyitva, és arra ébredtem, hogy ott csicseregnek a madarak, és ez nagyon nosztalgikus, jó érzéssel tölt el, és azt üzeni nekem, hogy jönnek a madarak is, szóval újjáéled a természet, minden kicsit kivilágosodik, megnyílik, felfrissül, újjáéled, és ezek nagyon jó és pozitív gondolatok, és jó érzéssel töltenek el. A friss kifejezés, friss gyümölcsök, friss zöldségek, szezonálisan jobban étkezzek, erre amúgy tökre elkezdtünk figyelni, szerintem sokkal kevesebb
tök egészségtelen nasit eszünk, veszünk. Egyébként elég nagy kulcs, hogy amikor elmész bevásárolni, nem rakod be a kosaratba. Főleg, hogy most már olyan drágák a chipsek, mert én imádom amúgy a chipseket, de olyan drágák, hogy eszembe nem jut most már, csak hogyha max jönnek a többiek, vagy nem tudom venni egy chipset, mert egyszerűen szerintem az, hogy veszel egy zsák chipset, és ennyi belőle a chips, és közben 700-800 forint egy zsák chips, na hát no comment. Úgyhogy az egy tök nagy trükk, hogy nem veszed meg ezeket a dolgokat, mert ha megveszed, és itthon van, akkor megeszed. De most voltam például a piacon, tudom, hogy még nincs konkrét szezonja, de vettem epret, és hogy nekem ez mennyire hiányzott, és már így vizualizálom, hogy majd jönnek a dinnyék, meg a barack, és nagyon jó lesz. Úgyhogy a friss ez valahogy így ezt vetíti nekem elő. A virágos, hát egyértelmű, ilyenkor az, hogy virágba borulnak a fák, az egyszerűen ránézek, és boldog leszek, és alig várom, hogy sétálgassunk a házak között, erdőben, és lássunk ilyen rügyeket, kis virágokat. Én ilyenkor nagyon szeretek, akkor is, ha nem népszerű ez a gondolatvágott virágot venni a piacon néniktől, mert egy az, hogy jó érzés, kettő az, hogy gyönyörű itthon, akarok itthon egy kis növényfrissítés, szóval, hogy valahogy ezt jelenti nekem a virágos, és eléggé inspirálom magam, akár a Pinteresten, akár bárhol a neten, hogy az esküvőre milyen virág kompozíciókat szeretnénk nyár. Na, ez a nyár marha izgalmas lesz. A kifejezések, amiket felírtam, aktív, szociális, szerelmes és pörgős. Aktív szociális, ez azt jelenti, hogy a barátainkkal és a családjainkkal csináljuk az esküvőnket, szóval nincs esküvőszervezünk, a dekoros és mindenféle ízléskérdésben a legnagyobb tanácsadóm és segítőm az egyik gyerekkori legjobb barátnőm Zsófi, aki hihetetlen jó ízléssel, profizmussal és gondoskodással segíti majd végig az utunkat, akár a meghívó, akár a különböző virágdekorációk, esküvődekorra gondolok, de egyébként rajta kívül még vannak barátaink, barátnőim, akik nagyon aktívan részt vesznek, és hát persze a család. A szüleink is nagyon izgatottak az esküvő miatt, és mindkettőnk családjában ez lesz az első ilyen nagyobb volumenű esküvő, és hát főleg éreztem, nem tudok mit mondani, egyszerűen hihetetlenül várom. Ez egy óriási buli lesz, és mindent elmesélek, nem mindent. Sok mindent elmesélek majd nektek előtte is, és utána is. Hozok majd képeket, külön esküvős videókat, tartalmakat biztosan, és több részben fogom érinteni az esküvőnket, de lesznek részek természetesen, amiket megtartok csak magunknak, de szolgáltatók, praktikák, ötletek, ezekkel kapcsolatban biztos, hogy hozok majd videókat, készülődősöket, vlogot, hangulatvideókat, szóval, hogy ez mindenképp jelen lesz, és a szociális és aktivitást jelenteni, hogy ezt így együtt éljük meg, mert ebben az egész útban és ebben a következő fél évben így az esküvünk előtt az a legkirályabb, hogy azokkal készülődünk erre, akiket a legjobban szeretünk, és ennél szerintem nincs jobb, hogy ezt így velük élhetjük át. A szerelmes, szerintem ezt nem kell túlzottan taglalnom, de tudjátok, őszintén mondom, hogy ebben az egészben az a legfontosabb, hogy kihez megyek hozzá. És nem tagadom, én az a lány vagyok, aki kislánykora óta igen álmod az esküvőjéről, álmai vannak arról, hogy fog besétálni az apukájával, hogy milyen lesz a buli, hogy milyen lesz a ruhája. Egyébként tök más lesz, mint amit gyerekként elképzeltem, vagy mint amit akár tavaly elképzeltem volna. A Bakács Orsi fogja csinálni a ruhámat, és Orsi hihetetlen jó fej, nagyon profi, és megvan az a személyesség az egészben, ami nekem kellett ahhoz, hogy ebben a folyamatban biztonságban is jól érezzem magam, és király lesz, majd elmesélek mindent. Szóval, hogy én tényleg az a lány vagyok, aki mindig erről álmodott, de azt soha nem gondoltam volna, hogy ennyire erősen és ennyire biztosan fogom tudni, hogy nincs nagyobb dolog ennél, amit érzek, és nincs erősebb és nagyobb kötődés és kötelék, mint amit mi most így még jobban megfecsételünk majd. Én nem nagyon értek egyet egyébként, erről is tervezek majd egy videót, azokkal a gondolatokkal, hogy a házasság csak egy papír, csak egy szükséges szerződés ahhoz, hogy minden oké is legyen, hogyha gyereket vállaltok, vagy a hitel, vagy nem. Szóval én nem egy ilyen
praktikának látom ezt, vagy nem egy szükséges dolognak, ez nekem sokkal szentimentálisabb, sokkal értékesebb, és szerintem igenis változtat. Úgy, hogy még nem voltam házas, azt hiszem, hogy változtat, mert tényleg az van, hogy máshogy mész haza a férjedhez, vagy a feleségedhez, mert tudod, hogy te amellett döntöttél most akkor, hogy úgy tervezed, hogy vele éled le az életedet, te rátetted a voksodat, mellette szeretnél lenni, és ez tényleg egy ilyen fontos döntés, ami azt mutatja magadnak és a másiknak is, hogy te egy komoly elköteleződéssel bírsz mellette. Azért, hogy tudjátok, hogy ti egy egység vagytok, és teljesen okés vagyok azzal, ha ezt valaki nem így gondolja, nem ért ezzel egyet, egyáltalán nem bánom. Én csak a saját érzéseimet és gondolataimat mondom el, és nekem ez egy annyira misztikus, és annyira erős, és annyira szentimentális dolog, hogy el sem tudom mondani, de összeszedem majd erről a gondolataimat, és majd a későbbiekben még ezt érintem. És hát a pörgős, az pedig az, hogy a nyár rohadt pörgős lesz, mert nagyon sok feladatunk lesz, de hihetetlen izgatott vagyok miatta. Őszre azt írtam fel, hogy megnyugvó, aranyló, befelé forduló, és ezeket azért írtam fel, az aranylót az természetesen a természetnek a változására értem, és arra, hogy ilyenkor így a lelkem is egy kicsit így őszbe borul, és én ezt nagyon szeretem. A megnyugvó az szerintem nagyon jót fog tenni nekünk a pörgős tavasz és nyár után, hogy ősszel lemegy ez az egész, és kicsit úgy vissza tudunk rá tekinteni, tudunk összegzést, következtetéseket levonni, összegzéseket tenni arról, hogy milyen volt ez az egész időszak, és lezárul egy szakasza az életünknek. Most leszünk nyáron együtt 8 éve, és azt hiszem, hogy ez a 8 év, ami előttünk, vagy bocsássatok meg, mögöttünk volt, az a tini és fiatal korunk. És most már tényleg ebben a felnőtt létezésben vagyunk benne, együtt, ketten, ezen az úton, és tök jó lesz majd egy ilyen kis összegzést csinálnunk így egymás között az előző 8 évről, mert hát igazából mi együtt tapasztaltuk meg, hogy milyen az egyetemi lét, hogy milyen elkezdeni dolgozni, hogy milyen saját lábra állni, hogy milyen, amikor te veszed meg magadnak a WC-papírt, és nem terem csak ott, vagy amikor nincs kaja a hűtőbe. Szóval, hogy ezeket a dolgokat mi így együtt éltük át, és lépdeltük át, és szerintem ezek a dolgok is tök fontosak, és nem csak az a szakasz zárul le, nem csak a lányságom zárul le, nem csak arról van szó, hogy valakinek a felesége leszek, és hogy a lányságomat elbúcsúztatjuk, hanem az, hogy ezeket a dolgokat is egy kicsit úgy más, hát egy másik szakaszba lépünk együtt, és külön-külön is, és szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, úgyhogy nekem ez az év az új szakaszba lépése az életemnek, egy új fejezet nyílik meg, ami még több fejezetet nyit ki, szóval ez nagyon izgalmas. Térre azt írtam, hogy fűszeres, hagyományok, puha, szívmelengető és család. Tudjátok, hogy a tél mit jelent számomra, ezt most nem taglalom, mert decemberben elég sokat érintettem, de idén is szinte biztos vagyok benne, hogy lesz vlogmas, és elég sok ötletem van már most. Tudom, hogy még van egy csomó idő, de tudjátok, hogy nekem a karácsony az mindig itt botorkál hátul a fejembe, meg a szívembe is. Úgyhogy ez az új szakasz, ez lesz így a fókusza az évemnek, és az erre való készülődés. Az esküvővel kapcsolatban készítek majd nektek egy videót, hogy hol lesz, s mint lesz, milyen szolgáltatóink vannak meg, milyen szolgáltatóink nincsenek még, mert igen, nincs még meg minden szolgáltatónk, nincs még sminkesem, ami nekem egy elég kardinális és fontos pont, úgyhogy azt most nagyon keresem, és nincs még cateringes cégünk, ezen kívül mindenünk van, viszont ez két elég nagyon fontos dolog, és tudom, hogy a catering az kb. Az egyik legfontosabb, de nekem a sminkés is elég fontos, úgyhogy most ezeknek a keresésében vagyok, és elég sok feladatunk van még, de nagyon hálás vagyok azért, hogy elindult ez az év is, és hogy azok az emberek, akiket nagyon szeretek, itt vannak, jelen vannak az életünkben, és biztosítanak minket arról, és én is, és mi is igyekezzük őket, hogy itt vagyunk egymásnak. És másrészt én szeretnélek titeket is biztosítani arról, hogy itt vagyok, és itt leszek még ameddig csak tudok.
igyekszem aktívabban, mert van egy csomó ötletem, szeretnék nektek hozni kedvences videókat, vlogokat, napi vlogokat, különböző ilyen beszélgetős videókat. Szeretném, hogyha beszélgessünk sorozatom, amiben vendégeket hívok, az kicsit újraéledne, ehhez nyugodtan írjatok vendégötleteket, vendégtippeket, és hát nagyon hiányzik a Sárga Bögre Podcast is Sárával, erről is elkezdtünk beszélgetni, hogy s mint izítsuk újra, mert szó sincs arról, hogy ennek vége van és befulladt, igaz, hihetetlen rég volt, szóval már azt se tudom, milyen lesz leülni mikrofon elé, viszont nagyon-nagyon hiányzik, mert az az egyik olyan lába a tartalomgyártós Eszternek, ami az egyik legfontosabb, és mindig a legstabilabb volt, a legtöbbet adta, sok offline eseményt, és jut eszembe, idén nem tudom, hogy mennyire lesznek offline események, mert elég sok dolgunk van mindenkinek, de elgondolkodom rajta, hogy mint lehetne valamit kihozni belőle, viszont online mindenképp itt leszek, jelen leszek, és hogyha szeretnétek kicsit többször értesülni a dolgokról, akkor kérlek, akkor kövessetek be Instagramon, ott Eszter Szaglata néven találtok meg szintén, és nyugodtan írjatok, igyekszem válaszolni. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a videót, és a következőben találkozunk, szép hétvégét nektek, sziasztok!